Szavaztok, kedves nézőim! Szavaztok, kedves nézőim! Szavaztok, faszomszájuk! Bocsi, hogy rögtem egyet, csak most néztem, nem olyan régi. Most néztem, nem olyan rég néztem ezt a román gyereket, tudjátok. Nem mindegy, most néztem ezt a román gyereket, nem olyan rég, körülbelül egy órája. És megnéztem a videóját, és olyan volt az a videó, a bocsi, hogy így rövbe beszélek, és hogy már még beszélni se tudok, már annyira elkapott a röhögség. Na mindegy, hogy néztem ezt a videóját, de úgy megdöbbentett ez a videója. Bement az a dagadt talé, tudjátok, ez a román csávó. Itt volt az orrán az műcsók. Itt is volt a hit. És elkezdett táncolni. Mondott bele valami hülye szöveget, már még azt is elfelejtettem, azt sem tudom. És akkor, hogy elkezdett táncolni, tudjátok, hogy az az ekkora nagy hája, meg minden, hogy elkezdte így mozgatni magát, azt még elkezdett a hája is. Elkezdett a csávó is táncolni. Elkezdett táncolni a csávó, és hogy mondjam nektek, az ott pali, ez feltelem, azt a csávót, azt a csip szó szerint nagyon kéne csapni. Negyven éves csávó, és hogy a picsába, hogy a picsába találhat ki ilyen hülyeségeket, 40 éves fejjel. 10 éves gyerekek csinálnak ilyeneket, de szerintem még az a 10 éves gyerek is különbe csinál, mint az. Ilyen embereket, öcsi. Ez kemény. Még talán, tudjátok, van az a Malá Krisztián. Az se egy kutya csávú, de az azért normális videókat csinál. Normális videókat csinál, nem úgy, mint ez a román gyerek. Ez a román gyerek, már még meghallom a nevét, azt már rendesen kölcsölök tőle. Hát nagyon kutya ez a pali. Istenem, ilyen ember még talán még a Magyarországon sincsen. Nem úgy, mint ez. Nem úgy, mint Romániába. Igaz, hogy hát akkor ott Romániába szerintem akkor ott milyenek lehetnek az emberek? Ilyen tökkel ütött barom az egész Románia. Nem csoda, hogy megbuktak a a háborúba is a románok, nem csinál, hogy kikaptak. Itt mondtam meg. És nem tudom, hogy mi lett velük. Bocsánat, hogy le kellett kapcsolni a készüléket, mert annyira nevető görcsöt kaptam, hogy már
cara, tá tendo uma bisatulina que tu te areia. O suo lottato a un coi romani a poi ieri per la quinta intanto romani ieri e se io mi ho asciutto sempre o guarda c'è lei sotto. Joo, osuutta tässä on päin. Hoitaa tiivi magaat, mei kävä teille, kun hoitaa tiivi mei magaat filmkille erhäs. Hoitaa kyllä joka ole noille näkyllä jo pisi aina filmkille erhäs. Hörbihäs. Hoitaa kyllä joka ole jo osaa tänne magaat. Ami kuule jätää tässä olikin. Ja se on mä ihan perkätistän. Ja tuutsi, että olis lavo zero, olis mä kukaan kion voit palomi. Tässä on herpi, tässä on normaali kerek. Studio, että hoikkaat, siinä on video, usko taas tein viikon laavo, jomaa poissa, että ne vastoin mihin. Kannan tanko tänne. Nyt viikon passaan olis lähetys suotis. Se on kerek, se on romaan kerek. Ja teille, kun vedyk vaan komuotesta tekis teema. Hoit lähet valoki 40-ives päijä ikkondokosmi. Meg ilyen videókat csinálni. Most nem azért. Jó, igaz. Vagy itt vagyok én példában. Ha már annyira hasonlítgatni akartok, még mielőtt megszólalnátok, vagy valami. Itt vagyok én például. Engem mikor... Mikor láttak? Mikor láttok, hogy olyat, hogy én így táncolgatok? Vagy olyanokat, hogy... jó, mondjuk igaz, hogy lehet, hogy láttok olyannak, hogy ilyenek, hogy... Mondjuk például, hogy őtet utánzom, olyat láttatok már, gondolom, meg láttátok már azt a... videóban, amit te kivoltam. Ide busz, nem tudsz, ide busz. De mindegy, hagyjuk. Csórikának van elég bajó biztos. Mondom, ez a legutóbbi videó, amit most néztek meg máma, egy óra osztálya, vagy kettő, vagy nem tudom, hány óra osztálya lehetett, rendesen felvidított ez a videója. Amúgy olyan unalmasak ezek a napok is, meg minden. Hát, hacsim, mondom, ott van például, vegyük például Mona Fisztián. Annak is vannak jó, jó. Az is csóri, az is dagad gyerek, meg minden. De az legalább tud viselkedni abban a kurva kibaszott videóban. Az legalább nem csinál ilyen hülyeségeket. Jó, ő is danolgat, hogy a gyerek. Ő is danolgat, meg mit tudom én mi. Tehát ez a román gyerek, öcsém, hát ez már az folyatlan volt, amit ezt csinált. Hát szerintem... mondom, ilyen embereket a világon még keresni kéne, mint ez a palival. Meg gyúrnia kéne, neki nem az, hogy hogy cseppet lefogyna, azt akar úgy videózgatna, vagy ne azért, hogy lássák, hogy azért nem meg mit tudom én mi. Fú, ez a pali öcsém, ez rendesen mondom, szó szerint leizzasztott már. Rendesen emberek, de már most kezdek, ahogy lássátok, már most kezdek rá egy cseppet erre felejönni, megláttam a videót, és nem tudom, hogy legyen.
Hát mindegy, hát lett egy ilyen videó is, meg tudtuk csinálni, és hát remélem, hogy meg tudtam csinálni, meg hát ez a zokle is, hogy boxol, néha kéne szerintem annak a csávónak is, már nem értem, hogy miért, de mindegy, hagyjuk, na jó, egy, köszönöm, hogy néztek, és viszontlátok.